Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen is túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Magyarország legrészletesebb világgazdasági és kripto csatornája. Minden nap ingyen és konyhájával hozom a töménytényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. Aki még újjanak, ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne, aki pedig már régóta néz, az dobjon egy lájkot a videóra, illetve iratkozzon is fel a csatornára. Na kezdjük is, hát most nincs is semmi bevezető, olyan lájtosabb nap van, néha van ilyen is. Hoppácska, erre nagyon kíváncsi vagyok, hoztak-e már valami tippelős adatot, hogy mire számítanak infláció tére. Még mindig nem tippeltek, hát mert csak hétfő reggel fognak tippelni, kedden meg már én is az inflációs adat. Na jó, ez az legfontosabb ugye már jövő héten, kedd délután 14:30 magyar idő szerint. És akkor nézzük is, világgazdasági hírek. Az Euronews-on mi minden volt egyszer. Hivatalosan is királyán nyilvánították harmadik Károlyt. Hivatalosan is az Egyesült Királyság királyának nyilvánították harmadik Károlyt a londoni Szent Jakab palotában. Jó, és akkor tovább. Egy kis orosz-ukrán háborúról, vagy Putyinnak a háborújáról nyomultak előre az ukránok egy csöppet, egy 1000 négyzetkilométert elfoglaltak itt a kékkel jelölt részt, és akkor jönnek itt, most mondják is, hogy Harkivnak a területén, olyan Luhanskot, meg Donetsket mondta elején Putyin, de hogy oda azt akarja visszavenni, de már megy tovább is, már Harkivba is. És akkor itt, hogyha Kupjanszkot elfoglalnák, akkor be tudnák keríteni az Iziumban lévőket. Harkiv régióban. Kupjansz elfoglalása lehetővé tenni az ukrán erőknek, hogy elvágják az orosz utánpótlás összeköttetést Izium felé, amelyet így bekeríthetnek. Ukrán katonai tisztviselők bejelentették, hogy az ukrán erők 50 kilométerre előre nyomultak az orosz védelmi állásokba Iziumtól északra. Az orosz védelmi minisztérium nem adott ki semmilyen nyilatkozatot erről. Hát persze, oroszok nem mondják, hogy egy kicsit itt nem túl jó helyzetük fent északon. Azt mondja, hogy visszafoglaltak több települést az ukránok az északkeleti régióban, ennek is az elején talán van egy kis... Oroszország csapatokat küld a harkivi területre, mert a héten indított ottani ukrán ellentámadás rendkívül sikeres volt. Jó, úgyhogy egy kis jó hír. Tovább azt mondja, hogy CNBC-n első körben... New York már, poliovírus, jaj, a poliovírus, igen, az a gyermekbénulás járvány, hogy gyermekbénulásra sem mondják, hogy oltassák be magukat, mert New Yorkba egyre jobban szaporodik a gyermekbénulás. Jó, nálunk nyertünk, de már nem kell aggódni, már mondtam hónapokkal ezelőtt, mert nálunk Magyarországon 3 hónapos kortól már elkezdik oltani ellene a gyerekeket. Jó, tovább az Amazon is leépítéseket tervez a távgyógyító szektorába, hogy úgy mond. Jó, a G7-ek még több országot próbálnak meggyőzni, hogy ársapkát tudjanak az orosz olajra kivetni. Mert ugye már, hogyha Kína meg India ugyanúgy megveszi ugyanannyira az oroszoktól, akkor semmit nem ér, hogy a G7-ek korlátozni akarják az árát az olajnak. Jó. Bank of America azt mondja, hogy a recesszió már csak 2023 első fél évébe lesz. Hát majd meglátjuk. Hát a fene tudja, hogy addig kitolódik-e az egész. És egész jól néz ki a piac, de hát ilyenkor ugye már kicsi bika a medvébe, azért az valószínű vissza fog fordulni. Na majd meglátjuk, de hát ugye már bőven vannak itt viharfelhők jelenleg. Tovább azt mondja, hogy... Aha, és mondja, és itt Santoli, hogy úgy tűnik, hogy a piacnak szüksége van egy újabb makrogazdasági sokkra, mielőtt a júniusi aljakat újra elérjük. Hát így is van, ugye bár azt mondja, hogy nyomok itt egy S&P-t, akkor látszik rajta, itt volt a júniusi alja, óriási felvásárlás, minden most csak eddig jöttünk vissza, 3900-ig, és akkor még egy újabb sok kell. Hát igen, és akkor mi lehet a sok, ha az infláció 8,5% fölötti lesz kedden. Akkor utána valószínűleg már a kamatláb is lehet, hogy nem csak 0,75% az, de már 100 bázisponttal is emelik, vagy 1%-kal. Úgyhogy valamelyik, de ha tartják tovább a csökkenő infláció mesét, akkor még megyegethetünk egy kicsit felfelé, vagy tartogathatjuk magunkat ezen a részen. Na jó, vissza azt mondja, hogy... Gyerünk, igen...
Heti áttekintés. Igen, a Wall Street visszapattant, és akkor most a kulcsfontosságú inflációs adatokat várja mindenki. Így is van. Kedd délután 14:30. Ja, meg hogy hol kell megnézni, hogyha valaki nem tudná, csak CPI meg gov, ennyit kell beírni, legalábbis én ennyit beírok, aztán nekem már rögtön hozza a bls.gov per CPI, és akkor itt jobb szél középen a new release-nél itt kell nézni, ami nekem itt a pirosra kivel jelölve, itt lesz majd a friss adat jövő hét kedden, délután 14:30 magyar idő szerint. Jó, és akkor áttértünk a kriptotérbe, Bill Murray. Hát ez jó, ez már hetekkel ezelőtt lement. 200 ezer dollár gyűjtött kriptóba adományra, aztán hackerek feltörték, ellopták tőle a pénzt. Ez már több hetes hír. Jó, jött-e valami új videó CNBC-n Bitcoin-nal vagy kriptókkal kapcsolatban? Ó, jött nem is egy. Jó, igen, Bitcoin 10%-ot nőtt, oké. Három hónapos alját elérte, igen, mert hol is van most jelenleg a Bitcoin? Ja igen, a Jackson Hole-nak, vége a Jackson Hole-nak. Tehát a Jackson Hole-i szakadás, amit itt hoztak a levegőből, a semmire, ugye bár Jackson azért jelöltem ki, mert a színével, a szöveg színe, a szürke az, hogy Jackson Hole, az semmi, az csak szájkarate volt. Egy világgazdasági adatok semmit nem mondtak, ott csak szájkaratéztak, hogy majd még nagyobb kamatlábat fognak emelni, hogyha még magasabb lesz az infláció, de hát már előtte egy hónappal elkezdték hozni a csökkenő infláció meséjét. Úgyhogy ez piros van, mert leütötte a piacokat, de valójában ez egy semmi nem volt, a szájkarata volt csak a Jackson Hole. De visszaértünk már oda, amikor, ja, amikor elment a esküvőre, azon az áron vagyunk most is, 21 ezer fölött Jackson Hole visszatért a szakadásból. Jó. És akkor Bitcoin 10%-ot nőtt, töttöröttörö, oké, jön a merge. A... Micsoda, a societal value, az mit jelent, hogy societal valami? Szociális? Societal értéke nincs a kriptóknak, azt mondják. Societal, társadalmi értéke nincs a kriptóknak, ekkora hazugságot már rég hallottam, ki vagy te? Jaj, múltkor is ezt mondta, hogy azt tudja, hogy mik azok a kriptók, a kiramis játék. Hát jó, ez vakon van, ez az öreg, mondja itt a hülyeségeket, Brad Sherman. Oké. Coinbase meg Robinhood közt mehetnek a kriptók, hát mehetnek, nem is értem ez itt most minek, miről szól ez a hír, mindegy, annyira nem fontos, haladjunk inkább tovább. Azt mondja, hogy Twitterre mi mindent tettem ki tegnap este. Pok, pok, pok. Igen, egyszer. Ja, hogy igen, mondják itt a Fehér Háztól, hogy már megmentették az USA gazdaságát, mondja Janet Yellen, ugyebár a Fordhoz, hogy elmentett az egyik gyárba, és akkor ott mondta, hogy hát mi már meg is mentették az egész világgazdaságot. Hát ez szerint azért nem úgy néz ki, hogy itt mi minden van még a háttérben. Írja Wall Street Silver is, hogy már meg is mentettek minket, lemaradtam valamiről, mondja ő is. Már a vége a válságnak még el se kezdődött kb. És akkor itt Wall Street Silver hozta, hogy hát igen, ez biztos, hogy így van, ez tényalapon. Mondta itt George Carlin még annó, hogy sose becsüljétek alá a nagy tömeg, a hülyéknek a nagy tömegeit. Ha emberek összegyűlnek hülyék nagy tömegekbe, akkor azt nem szabad alul becsülni. Jó. A Fluxnál most a 3,5 megahash a számítási kapacitás, azt írják, most megint nőtt egy nagyot. Jó. És akkor Wall Street Silver hozza itt, hogy 2000 évvel ezelőtt ilyen volt a rabszolgaság, ma meg ilyen a rabszolgaság, hogy adnak egy jó kalapot mindenkinek, hogy tessék, fizess az egyetemén, akkor kapsz diplomát, de attól ugyanúgy rabszolga vagy, mint 2000 évvel ezelőtt. Úgyhogy mondja, hogy hát egyébként a kalapok azok szépek, de ennyi ugyanaz van. Jó, és akkor haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy a mai nap fő híre az ez lesz. Jó, csak lesz ebből valami kezdőkép, és akkor röviden, tömören. Az oroszoknál a kriptós nemzetközi kereskedelmet már minden hivatal támogatja, kivéve a központi bankot, ő csak a saját CBDC-vel lenne hajlandó ezt támogatni. Ki itt volna? És akkor igen, napokkal azután, hogy már megegyeztek, hogy jó, akkor kriptókkal fog nemzetközi kereskedelem mehet kriptókba, megegyeztek az oroszok, a pénzügyminisztérium, meg a központi bank is. Most a központi bank már most megint vitáznak, központi bank nem akarja engedni, csak akkor, hogyha az ő CBDC-jébe menne az egész. Igen, mert hogy csak azok a jó kriptók, amiket egy jelenlegi orosz törvények szerint jóváhagyott cég ad ki, ami ő saját maga a központi bank. Csak az a jó, ő azt mondja.
és azt hazudja, hogy ez egy nagyon jó alternatíva a kriptókkal, hagyományos kriptókkal szembe, privát kriptókkal szembe. Hát persze, mert ezt ő akkor tudja utána továbbra is elrontani az értékét a saját valutájának, fenntartva a fosztogató pénzügyrendszert ezzel. És akkor a CBDC-jüket, Központi Bank digitális pénzét majd 2023-ban tervezik hozni. Másik oldalról Oroszország egyik legnagyobb bank óriása, a Sberbank, vagy Sberbank, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy NFT-ket adjanak ki a Blokklánc felületén. És akkor a Sberbank azt tervezi, hogy összeáll olyan projektekkel, mindenféle művészekkel, galériákkal, akár még sportszövetségekkel is, és akkor NFT-ket fognak kiadni játékokkal, meg mindenféle bajnokságokkal kapcsolatban, illetve ők már engedélyt is kaptak az Orosz Központi Banktól már márciusban, hogy kriptókkal kereskedhessenek. Emellett a moszkvai tőzsde is készül arra, hogy kriptókat fog már listázni már év végére. Jó, tovább, indiai pénzügyminiszter sürgeti az IMF-et, hogy vezesse már a kriptoszabályozásokat, csináljanak már kriptoszabályozásokat világszerte, IMF-től Georgieva, meg mondja, hogy ők készen állnak rá, hogy együtt dolgozzanak Indiával, aki zsivány asszony, ezek a legnagyobb fosztogatók kb. A világon. Azt mondja, hogy mondja Georgieva az IMF-től, hogy a klímaváltozással, kriptoszabályozásokkal és más világszintű kihívásokkal kapcsolatban is segítenek majd nekik. És akkor az indiai asszony azt mondja, hogy ő csak ismétli, hogy már világszintű törvényi keretrendszer kéne a kriptókra, már mondja az IMF-nek meg a világban, meg már áprilisban is mondta, hogy kéne itt valami, azóta sincs ugyebár semmi. És jó, a pénzmosásra, meg a terrorista finanszírozási hülyeségekre hivatkozik, ami ugyebár minimális és százalék alatt van kb. A kriptotérbe. És akkor, jaj, azt hangsúlyozzák, hogy az IMF-től hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos az egyensúly a pozitívumok és a negatívumok köz, de hát ez hazugság a pozitívumok, mert semmi pozitívumot nem mondanak a kriptókról, csak a negatívumokat nyomják reggeltől estig. Úgyhogy itt most is azt mondják, India digitális ökoszisztémája az olyan, mint a szteroidokon lenne, és a kriptók nagyon erősen növekednek, terjednek Indiába, anélkül, hogy bármi szabály is lenne, pedig nagyon fontos visszaemlékezni rá, hogy a kriptók olyanok, mint a vadnyugat jelenleg. Hát de miért mondja az IMF-től az asszony, akkor hozzanak törvényt? Hát azért vadnyugat, mert ők nem hoznak direkt törvényt. Hát nagyon hagyjuk is a két hülyét. Tovább, még ha csak hülyék lennének, de hát emberek meg milliárdjainak szedik el a pénzét, vagy billióinak, na mindegy. Azt mondja, hogy Kína lesújt a szerzői jogokra NFT-ken keresztül. Az a lényeg, hogy a hatóságok azt mondják, hogy sősen le fognak sújtani azokra az emberekre, akik felhatalmazás nélkül használják más embereknek a műalkotásait, a zenéjét, az animációját, játékait, filmjeit, tévéműsorait, akármiket, és másnak az alkotásaiból csinálnak NFT-t, aztán pedig eladják őket, az úgymond kalózmásolatot, amit nem is ők hoztak létre. Úgyhogy erre akarnak lecsapni most Kínában. Tovább az Ethereum Classic csoport azt mondják, hogy egy értékpapírt is ki fognak majd adni, ők arra számítanak, hogy Ethereum ketté fog szakadni, marad majd belőle bányászós lánc is, hát minek marad, amikor ott az Ethereum Classic, már arra se lesz szükség, de hogy még egy harmadik is kiváljon belőle, azt nem is értem. Ez az ETC Group intézményeknek fektetnek be kriptóba, és arra számítanak, hogy az Ethereum az szét fog szakadni, lesz még egy 28.000. Bányászat alapú Ethereum majd szerintük itt a merge után, és a német tőzsdén a Xetrán fogják szeptember 6-án kiadni ezt a értékpapírt, ezt a tőzsdén kereskedett terméket, és ETP, ZETH, ez a nevük, ZETH-t nem is lehet találni, ilyen kriptót se volt. Egy-egy arányban lesz majd mögötte elvileg Ethereum fedezet. És a jelenlegi Ethereum tartók mondják, hogy valószínű majd ajándékot is kapnak az új altcoinból az ETHW-ből. Hát az ETHW a legnagyobb átverés az egész közt. Úgyhogy jaj, ez nagyon zsivány ez a hír, erre nem sok mindent adnék, erre az ETC Groupra.
Nézzük tovább, valami SUI fejlesztője, a Mr. Labs, 300 milliót gyűjtöttek össze, Web3-as skálázós blokkláncot csinálnak. A Mr. Labs fejlesztette ki a blokklánc projektet, amit SUI-nak hívnak, erről a SUI-ról semmi nincs, vagy még nem lehet belőle venni, meg semmi ilyenek. Mr. Labs már elérte a 2 billiós piaci értéket, most hogy megint 300 milliót beletoltak. Mr. Labzot egyébként a Metának egy volt alkalmazottja alapította, aki a Novi projekten dolgozott. A Novi az volt a, lett volna a Facebooknak a pénztárcája, meg a Diem lett volna a Facebooknak a saját kriptója, de aztán nem hagyták nekik egyiket se. Azt mondják, hogy... Igen, arra fogják a tőkéket használni, hogy fejlesztenek, meg sok embert fegyenek fel, főleg Ázsiában. Az első termékük... Egy biztonságos és skálázható blokklánc, az Ethereummal meg a Solanával terveznek versenyre kelni vele, hát sok sikert, majd meglátjuk, mi lesz ebből. Habár még el se indították, egyelőre még egy ilyen nyílt teszthálózatot indítottak csak el ezen a SUI-n augusztusban. És az FTX-től, az FTX-nek a kockázati befektetési ága is, onnan is Amy Wu azt mondja, hogy ők miért fektettek bele ebbe a projektbe, mert úgy hiszik, hogy olyan technológiai, technikai innovációt hoz el a SUI, ami mindegy objektumra nem is az a lényeg, hogy ez lesz majd a következő generációja a Web3-nak. Hát, majd meglátjuk, először legyen belőle valami. SUI-t hasonlítják a többi blokklánchoz, azt mondják, hogy a jelenlegi Web3 infrastruktúra az olyan, mint még a betárcsázós internetkora, lassú, drága, nincs elég kapacitás rajta, nem biztonságos, nehéz rajta építkezni. A SUI meg azt mondják, hogy az majd skálázódni fog az igényekhez mérten. Hát ugyanezt csinálja a Kadéna is, úgyhogy na mindegy. A SUI okos szerződéseit a Move programnyelven írták, amit szintén a Facebooknak a DM blokkláncához találtak, a chat kriptójához, amiből végül semmi nem lett. És azt mondják, hogy ezt a Move programozási nyelvet ezen könnyebb programozni, meg hibát keresni, mint a Solidity-n az Ethereum-nak a programozási nyelvén. Hát jó, van egy ilyen hír, és meglátjuk, lesz-e valami ebből a SUI-ból. Tovább, kanadai kriptotőzsde beperelte az embereket, mert hogy ők elbasztak valamit, ingyen tudott az ember bitcoint venni náluk, azt most kérik vissza a bitcoint, ez is olyan, hogy kétszer húzó volt az egész történet. A Coinberry, így hívják a tőzsdét, az egy törvények szabályozott kriptotőzsde, Vancouverben van, a Wonderfi Technologies-nak az egyik része, amit Kevin O'Leary is támogat, és egy szoftver frissítés, frissítették a programjukat még 2020-ben, ez is már 2 éves történet. És véletlenül úgy frissítették, hogy utána az emberek tudtak bitcoint venni ingyen. És hogy volt ez a szoftver probléma volt, igen, és akkor tudtak e-transfer, tök mindegy, az a lényeg, hogy be tudták tenni a pénzüket a tőzsdére, tudtak venni bitcoint, aztán ki tudták venni a bitcoint, aztán ki tudták törölni az eredeti vásárlást, amiért bitcoint akartak venni, valamiért az beragadt a rendszerbe, nem záródott le, közben már megkapták a bitcoint, már ki is vették, de ez még mindig nem ment végbe az eredeti tranzakció a papírpénzért, úgyhogy fogták, azt lezárták, azt kivették a bitcoint is, meg kivették a papírpénzt is. Úgyhogy így a bitcoint kaptak végső soron. És a Coinberry szerint 546 felhasználó tudott kivenni összesen 120 bitcoint tőlük, anélkül, hogy fizettek volna bármit is értem, mielőtt még kijavították a problémát. És akkor igen, e-mailben mindenkit megkerestek, kérik mindenkitől, hogy adják már vissza a bitcoinokat. És a Coinberry már 37 bitcoin már visszakapta 270 ügyféltől, aztán majd meglátjuk, hogy a többivel mit tudnak kezdeni, arról megpereskednek jelenleg. Tovább 500.000 DAI-t a DAO Maker-től, nem a MakerDAO-tól, mert ez is érdekes, más cég a kettő. Az a lényeg, hogy Tornado Cash-en átküldtek 500.000 DAI-t, és 7 millió dollár értékbe ERC-20-as tokeneket loptak el a DAO Maker-ről. Ez nem a MakerDAO, hanem ez valami DAO Maker. Már ebbe is még itt is oda-vissza mennek, hát mindegy, szinte ugyanaz a nevedek közben mégsek. És itt a hackkelésből, amit leloptak tőlük 7 millió dollárt, ERC-20-as tokeneket, meg stabil kriptókat, abból 500.000 dollár értékű DAI-t átküldtek a Tornado Cash-en is. Hozta nyilvánosságra a kriptobiztonsági cég a Certik Twitteren. Mondják, hogy láttak itt 500.000 DAI mozgást a Tornado Cash-re ezen a tranzakció címen, vagy pénztárca címen, illetve, hogy ez pont azoknak a címeknek az egyike, amelyikre rabolt pénz ment a DAO hackkelésből.
annak is, hogy mindenki óvatosan, mindenki vigyázzon magára, és akkor a DAO Maker az egyébként egy, a közösség dobta, hát mindegy, ez is egy decentralizált, hát népi szervezet, úgymond, egy DeFi applikáció, de nem ugyanaz, írják is, hogy nem ugyanaz, mint a Maker DAO, aki a DAI-t adja ki magát, a stabil kriptót, a DAI-t kiadó Maker, ez nem ugyanaz, úgyhogy ez egy másik cég. Na jó, volt ilyen hír is. És akkor George-nál még nézzük, hogy mi volt itt tegnap. És ugye már mutatja, hogy szépet növegettünk most már. Igen, és akkor DXY kicsit csökken, már 190-110-ről visszaesett 190-190,9-re. Az USA dollárnak az erőssége a többi valutához képest. Az FTX mondja is, hogy befektetett 30%-ot Anthony Scaramucci-nak a Skybridge kapitájébe, ott is van egy csomó kriptó. Ez itt mi? This is well. Aha, a Bitcoinon jön egy frissítés, ami majd a node üzemeltetőket fogja a hackerektől megvédeni. Ez végül is annyit jelent, hogy nem a bányászokat, mert van csomó bányász, és akkor van egy csomópont, egy központi csomópont, arra lehet, hogy 100 bányász is kapcsolódik arra az egy csomópontra, és ezeket a csomópontokat létrehozzák, akkor frissíteni kell, meg amikor letöltik az egész adatbázist, a Bitcoint még nulláról az adott csomópontra, hogy mindenki, ugye már világszinten ugyanaz minden, látható minden tranzakció, minden egyszerre ugyanott ugyanúgy meglegyen. Amikor ezt letöltik, akkor a letöltés közben van, hogy a hackerek próbálnak bemászni, és akkor ezért meg kell kelni a dolgokat. És ez ellen frissítik a kódját a Bitcoinnak, hogy a letöltés közben se tudják a hackerek megtámadni a Bitcoinnak a rendszerét, vagy ezeket a csomópontokat. Jó, azt mondja, hogy oké, itt összevetették, hogy ilyen csökkenő, hát ez nem is háromszöges töltsér, vagy de mindegy. Hogy ebből ilyen kitörés, összevetjük, akkor így kéne, hogy menjünk felfelé. Hát meglátjuk, jó lenne, ha nem lenne recesszió megválság, de azért az még sok víznek le kell folyni a Dunán, mert sok mindennek az ellenkezőjére kell fordulnia, hogy ne legyen itt recesszió megválság egy-két hónapon belül. Nagy esemény, mi ez a nagy esemény? Miről beszélt itt George, hogy nagy esemény? Na jó, Axéknál van valami, mindenképp azt mondja. Jaj, a Google felhő fogja validálni a tranzakciókat, jóvá hagyni az Axie Infinite-nek a Ronin hálózatán. Hát ez nem is tudom, ez az Axéknál most még egy visszalépés a decentralizációból. Most mennek akkor a centralizált Google felhőbe, és akkor velük csinálják azt, ami amúgy decentralizáltan kéne mondjuk a Flux-szal. Úgyhogy hát nem értem, ez furcsaság. Jaj, nagy esemény, jó, persze, a nagy esemény, megvan már mi a nagy esemény, hát a Ethereumnak jön a merge kedden, hát valószínű most már egy szerdán, mert kicsit csúszik, na de valahogy jövő hét közepén. Oké, a Ford is NFT-ket, kocsikat kifogadni NFT-be, de hát mondta George is, hogy oké, hogy kiadják a kocsikat, de azért nem ugyanaz, mintha van egy NFT kocsi az embernek, mint hogyha tényleg egy ilyen Ford Raptor, vagy valami a valóságban van, és akkor oda tud lépni neki, vagy valami vezetni tudja az ember, de mindegy, végül is azért hoznak kocsikat NFT-be is a Ford. Oké. Okay. Jó, japán kormány, ezt lehoztam tegnap, NFT-be fog ilyen érdemérmeket adni most már, hogy hívják már, na nem miniszterelnök, tök mindegy a hivatalnokoknak. Tovább, Vitalik, mit mond már megint, jaj, itt valami, hát ebbe bele sem megyek, ez egy komolyabban itt, hogy Vitalik mondja, hogy jaj, tök jó az adó, mert akkor az adót utána le lehet írni, meg be lehet fektetni utána másba, meg tötterött abból kifizetni az adót, de mindegy, de mondja is neki CZ, hogy jó, de hogyha megveszel egy lakást, ha kevesebb az adó rajta, akkor még mindig olcsóbban tudod megvenni, mint hogyha több az adó, aztán majd visszaírod, meg leírod, meg tötterött, na mindegy, tök más téma. Haladjunk tovább, Kadéna bányászat, hozza George is lehozta, hogy a Bitmain, ugyebár a világ legnagyobb bitcoin bányászgép gyártó cége, most már Kadéna bányászgépeket is elkezd gyártani, tiri, rohadt jó hír. Oké, Lunci, jaj, a Lunáról is mondja, hogy össze-vissza mennek itt, meg égetés, 1,5%, meg minden bigyó, de hogy ez aztán nem egy komoly dolog, 1,2%, de ezt mondtam már, vagy nem, igen, tegnap mondtam, hogyha ezért lenne 100, akkor először 1,2-t égetnének el, utána már csak 98,85, már csak 1,1-et, vagy már csak 1-et égetnének el, az eredeti 100-hoz képest, úgyhogy jó, ez ezer év lesz. Na mindegy, Terra Luna, most is itt a kérdezfelekből is beszélgettük pár emberrel, van, aki már duplázott rajta, most itt ezért csinált egy szerencsejátékot, és akkor jól meghúzta neki a Lunáját, de ezzel csak szerencsejátékozni lehet. Ez a hosszú távon komoly befektetést senki ne akar, ne várjon a Terra Lunától, se a Sima Lunától, se a Luncétől, semmi ilyesmitől. De most így össze-vissza ráncigálják az árát, úgyhogy szerencsejátékozni, aki akar, az egy kicsit tud vele. Jó,
mert hogy ilyeneket nőttek. És ezt is mondja George is, hogy itt látszik, hogy a Luncét akkor itt eladták, mert mégse volt jó, meg a Binance-nél is mondják, CZ is mondja, hogy ők oké, kereskedhetnek a Binance-en Lunával, mert ott még fent van, de ők nem fogják elégetni a Binance-en, tehát ő ezt nem támogatja, hogy itt még azt még égessék is, meg stb. Úgyhogy itt le is esett a Luncének az ára, fogták azt, amit ott levertek árat, azt áttolták a Lunába. Tessék, az meg megnőtt, úgyhogy össze-vissza becsődött szarok közt mozgatják a pénzeket, mely a szerencsejátékos libikóka, egyszer fent, egyszer lent az egyik, meg a másik. Na jó, hát akkor ennyi volt George-nál, meg ennyi volt ma hírekben is, nem volt olyan sok minden. Ma mindjárt jövök a piaci áttekintéssel, addig is, sziasztok!